A Duni áttörés 80. évfordulójára emlékeztek a Szent István király plébánia templomban január 7-én. Udvarnoki László plébános vasárnapi szentmiséjét követően Mahovics László, a budatétényi katolikus közösség tagja beszélt a Donkanyarban történt eseményekről. 80 évvel ezelőtt semmisült meg a második magyar hadsereg, és ezt szó szerint kell érteni. Tehát ez a 250 ezer ember, aki bevonult katonának és kivonult a Donkanyarhoz, gyakorlatilag mindenki elpusztult és meghalt, egy pár ezren tudtak csak hazatérni éppen egészségesen, többen fogságba estek, megsebesültek, eltűntek. Ez azért szörnyű, mert a modernkori háborúban az ember már nem számít, nem érdekes a gépek harca, pláne amit most látunk ugye a mostani háborúkban, de ez az 1943-as háború is már ilyesmi volt. A németek nem szerettek bennünket, maguk előtt toltak, maguk mellett tudtak, és igazából a magyar lélek volt az, aki tartotta ott a lelket a háborúban, a csatában, ugye az oroszok elleni csatában. A németek pedig ahelyett, hogy bennünket egy picit óvtak volna, picit vigyáztak volna, ránk kaptunk volna normális fegyvereket, ahelyett magunkra maradtunk. A műszaki felszerelésnek a 100%-a gyakorlatilag ott maradt. Tehát akik jöttek haza, azok abban a ruhában, ami rajtuk volt, meg azok a rongyok, amikkel betekergették a lábukat, meg a fejüket. Ugye Jányi Gusztávnak az a hírhet hadiparancsa, amiről beszéltem, az pontosan ezért született meg, mert ő nem gondolta volna, hogy az embereknek a mínusz 35 fok ilyen károkat okoz. És csak úgy tudnak menekülni, hogy minden egyes apróságot, amit lehet magukra vettek, hogy ne fázzanak és ne fagyjon el semmiük, és ennek ellenére nagyon sokan megfagytak, nagyon sokan fagyási sérülésekkel és hatalmas lelki sérülésekkel, ha haza tudtak térni, tértek haza. A templom falán található hatalmas festmény megszületésének történetét is megtudhattuk a mise után. Amikor a templomnak a hátsó része megépült, akkor már itt volt egy haditudósító zászlóalj a kerületben, a Lanária nevű helyen. Ezt többen tudják, ez valamikor régen egy posztó, feldolgozó, valami volt, nem tudom pontosan már. Na mindegy, szóval ott voltak a katonák, és az egyik őzdénes elhatározta, hogy ide festeni fog egy freskót. Most ő úgy volt katona, hogy itt a laktanyában művészeket hívtak össze, voltak fotósok, mint a Szentpéteri, akiről beszéltem a megemlékezésben, meg hát voltak mások is, akik plakátokat, egyebeket csináltak, propagandaanyagokat, és köztük volt Dénes is, aki elhatározta, mondom, ezt a freskó festést, és akkor eljött, felállványozta, és szépen megcsinálta 44-re, és az ő századparancsnoka, Csikósol az eredes, nagyon boldogan engedte el a katonáját, hogy egy ilyen szép munkát csinálja, mi meg nagyon boldogan nézzük azóta is a képet. A templom kertjében Tóth Melinda, a budatétényi polgári kör elnöke megköszönte, hogy idén is ilyen sokan gyújtanak gyertyát az elesett katonákért. Számot Krisztus jelképező húsvéti gyertya előtt emlékezzünk meg elhúgy katonáinkról. Azt hiszem, hogy...